Ismét jelentkezik a teljes terjedelem, és ezúttal is jön a műsor elejé összefoglaló. Rangadók voltak Olaszországban, szuperkupa döntő Spanyolországban, de nézzük, hogy mi történt Németországban. A trombitorlók közül mindenki bontlott a Bundesligában. Először pénteken a Leverkusen az Union vendégeként, aztán szombaton a Dortmund nem bírt a Mainzzal. Royce büntetőt hibázott 1-1-nél a 76. percben. A Leipzigben hiába fejelt gólt Willy Orbán, tőlük is csak egy döntetlenre futotta, így pedig vasárnap semmi nyomás nem volt a Bayern Münchenen a Freiburg ellen. Egészen meglepő módon Lewandowski szerzett vezetést a hazaiaknak. A vége 2-1 lett. A Frankfurtban a visszatérő Luka Jovic szűk fél óra alatt lőtt kettőt, ő döntötte el a Schalke elleni mérkőzést. A Bayern előnye így 4 pontra duzzadt, úgyhogy jókora lépéselőnybe kerültek a riválisokkal szemben, viszont a német kupát már biztosan nem nyerik meg, ott kiestek a másodosztályú Kiel szemben. Angliában is egy óriási rangadót rendeztek, a forduló előtt élen állt a Manchester United, a Liverpool a második helyen tartózkodott. 0-0 lett ennek a mérkőzésnek a vége. A Liverpool így 2005 után először produkált olyan hármas sorozatot, amikor egyszer sem tudott gólt szerezni. Óriási formában továbbra is Guardiola Manchester City-je, ezúttal 4-0-ra a Crystal Palace-t ütötte ki a csapat, és vesztett pontok tekintetében most már a Manchester City áll a legjobban. Szintén győzött a Tottenham, amely a most már egyre biztosabb kiesőnek tűnő Sheffieldet győzte le, és ezúttal nyerni tudott a Chelsea, amely a 10 emberrel küzdő Fulhamet győzte le 1-0-ra. Timo Werner továbbra sincsen nagy formában. Spanyolországban a kupaküzdelmek kevés, a szuperkupa 4-es döntője annál több izgalmat hozott, mert hogy ugye 3 mérkőzést játszottak a két elődöntővel együtt, mind a 3 találkozó kiegyenlített küzdelmeket hozott. Először a Real Sociedad játszott a Barca ellen, ahol igazából úgy lett 1-1 a vége, hogy voltak helyzetei a Barcának is, voltak helyzetei a Real Sociedadnak is. A büntető párbajban azonban a Real Sociedad első 3 büntetőjét egyaránt elrontotta, a Barca jutott a döntőbe. A másik ágon Raúl García volt az Athletic Bilbao Real Madrid meccs hőse, hiszen ő volt az, aki 2 gólhoz is hozzájutatta az Atletiket, a Real Madrid játéka nem volt túl kiforrott, és nem is jutott döntőbe, így nem jött össze a klasszikó. Az Athletic Bilbao Barcelona igazán emlékezetesre sikerült, hiszen a rendes játékidőben 2-2 lett, úgyhogy kétszer is vezetett a Barcelona, a 90. percben Asier Villalibre egyenlített, hogy aztán hosszabbításban egy Iñaki Williams csodagól döntse el a kupa sorsát. Marcelino 3. mérkőzésén a klub élén megszerezte első trófeáját. Olaszországban egyoldalú rangadókat rendeztek, pénteken egy Lazio-Róma 3-0-ás mérkőzéssel kezdődött a nagy mérkőzések sora, nem tudott igazi ellenfele lenni az egyébként jobban álló Róma a Lációnak, és ezzel a nyakára zárkózott a kékmezes klub. Ez volt az első derbi della Capitale egyébként, amit pénteken rendeztek, ráadásul most ugye a szurkolók hiányában esti időpontban is történhetett és zajhatott ez a mérkőzés. A Napoli nagyon magabiztosan 6-0-ra intézte el a Fiorentinát, ami nagyon jó jel Gattuso csapata számára a Juventus elleni szerdai szuperkupa döntő előtt. A Juventus vereséget szenvedett, ezúttal az Intertől a Derby d'Italián. 2010 áprilisa óta először nyert úgy az Inter a Juventus ellen, hogy nem kapott gólt, és Vidal volt csapata ellen volt eredményes, valamint a mérkőzés talán legjobbjaként futballozó Nicolò Barella volt az, aki még be tudott találni ezen a mérkőzésen. Ezzel az Inter megközelítette a Milánt, legalábbis pontszámban utol is érte, amely a Cagliari otthonában játszik a ma esti mérkőzésen. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával. És ezúttal Szaniszló Csabát köszöntjük nagy szeretettel, a Sport TV műsorvezetőjét, kommentátorát. Megtudtam, hogy így kell, hogy bemutassalak, és még mielőtt itt nagyon belevágnánk a közepébe, azért azt meséljük el, hogy pontosan amellett, hogy műsort vezetsz és kommentálsz, még mit csinálsz az EMC-nél? Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Hát nekem van egy ilyen becsípődésem most már 2011 óta, hogy amellett, hogy még NBA meccseket közvetítek, meg most trash talkot vezetek, meg eljúpot időnként, emellett van mindig egy ilyen hivatalos feladatom a cégnél, amit meg hétfőtől péntekig kell csinálni 8 órában. Ez olyan, mint Buzenszky Jenőnek a bányát? Nagyjából igen, egyébként igen. És most ez az a jelen esetben, hogy
hogy az EMC-nek, mint cégnek, tehát minden csatornának, ez ugye mesecsatornákat, főzőcsatornát, free-to-air csatornát, mint a Spectrum Home-on mindenki számára elérhető, a digitális tartalmaiért felelek. De most például egy szórakoztató műsornak vagyok a producere, ami majd márciusban debütál a mi csatornánkon, az egyik csatornánkon, most ezt nem fogom reklámozni, az nem lenne elegáns, de hogy ez ilyen nagyon izgalmas, sokrétű feladat ez, és annak például célzottan tök fontos, hogy mindenféle digitális lába tartalma legyen, ami exkluzív tartalom, ezzel foglalkozom, nagyon-nagyon szeretem, és majd örülök. Bocsánat, de saját magamon nevetek egy kicsit közben, mert ez Domának kéne föltenni ezt a kérdést, csak ő úgysem merné neked, mert itt kiderült, hogy egyébként hát nagyon régóta ismeritek egymást, szóval nem vagy te egy kicsit öreg ehhez? Te mikor születtél? Én 80-as vagyok. Én 82-es. Hát figyelj, Én magamon azt érezném, hogy az lennék hozzá, úgyhogy nyilván nem véletlenül tettem fel. Ez a mihez képest kérdés alapvetően. De nem, szerintem nem. Hát néha egyébként annak érzem magam én is, de azért még mindig azt gondolom, hogy a jobban, tehát az ezeken pörgő emberek között vagyok a cégnél, hogy hogyan lehetne új tartalmakat, hogyan lehetne új felületeken, hogyan lehetne új bevételi forrást nyitni a cégnek, mert azért ezek izgalmas kérdések szerintem. Úgyhogy hát vagyunk páran a cégben, akik ilyen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én vagyok a cégben az idegesítő, beszélő állat. Tehát én vagyok a szamáros regből, aki mindig mondja, hogy ez szerintem ma már így kéne, meg úgy kéne, de szerencsére vannak, akik ugyanígy gondolják. Hát de így van a Liverpool, vagy a legtöbb csapat vezetésén, hogy van egy, aki összefogja az összeset, és jó tanácsadókat kell magad köré venni, és akkor jó. Igen, azért fedjük fel ezt, hogyha már itt az előbb elmondtuk, hogy mióta ismered Csabit, Doma? Hát én nem tudom. Nem emlékszik. Nem emlékszel rá. De hogy is volt ez pontosan? Úgy volt, hogy nekem volt egy gimnáziumi tornatanárom. Én 2000-ben érettségiztem a Bármadas Református Gimnáziumban, és nekem ott volt egy nagyon-nagyon kedves tornatanárom, aki kosárlabdát imádta. És amikor én oda kerültem, akkor tudtam, hogy jó kezekben vagyok, mert a tornatanáraink közül Dobrosi Márta kosárlabdás volt, és Barnabás, aki pedig az én tanárom volt, szintén kosaras volt, és mindig kizavarta a focistákat a tornateremből, és abszolút elit kategóriában voltak azok, akik kosaraztak, és néha ott volt az ő lakásuk az iskolában, és amikor ott voltunk az udvaron, és szaladgáltak az ő gyerekei, akik elég sokan voltak, és meg nem mondom, hogy hányan, de szerintem ma erre is fényderül, akkor volt, hogy kiabált, hogy Domi, gyere már befelé azonnal, leckét kell írni, és hát ő volt az. És az most ült ki 5 perccel a óriási, felvétel előtt. Óriási, hatan voltunk amúgy, úgyhogy... Hetet tippeltem volna. Várom a neveket. Ez a mai kérdés a műsornak. Na de mielőtt elkezdenénk focis témákról is beszélgetni, ezúttal is nagyon szépen köszönjük a mancave.hu-nak a támogatást. Ugye továbbra is ugyanaz a helyzet, hogyha bárki gondolkodik azon, hogy berendezze az egyik szobáját, vagy egy esetleg nem használt helyiséget a lakásában, épületében, egyébként NBA témában, hogyha jól tudom, Király Lászlónak vannak a legkomolyabb megrendelései. Volt egy olyan szobája, amit úgy rendezett be, hogy a, hát most meg nem mondom, hogy éppen melyik bajnok, Chicago Bullsnak a parketta festése volt az alja, és az egész úgy nézett ki, és olyan relikviákkal, úgyhogy ilyeneket is lehetne. Hogyha te választanál ilyet, akkor mit választanál? Mert egyébként van tippem, csak nem biztos, hogy jó irányba. Mert itt nyilván Spurs meg Róma között. Spurs meg Róma, igen, de hát hogy mondjam, tehát azért ahhoz még nem jutott. Tegnap este én még miután meccseket néztem, még játszottam egy pici FIFA-t, és mondta, hogy a feleségem olyan teljes egvia vagy. Tehát, hogy ez mint egy 15 éves úgy csinálod ezt este 11-kor, hogy itt ülsz és játszol. Titokban úgyhogy, ráadásul. És hát hogy ráadásul még nem is a hangoskodsz, igen, tehát akkor legalább üvölcsön, és így nem érzem úgy, hogy még így a vállás küszöbére jutottam volna. Nincsen ilyen saját dolgozószoba otthon. Ez most egyébként ebben a karanténos időszakban óriási szívás. Úgy döntöttünk, hogy nem hozzuk haza a munkát, ezt mondtuk 2017-ben, na aztán az élet ránk cáfolt, úgyhogy jelenleg nincs olyan szoba, ahol ezt meg tudnánk csinálni, de ha lenne, akkor szerintem egy jó fekete-fehéres Spurs-es dolgozó szoba lenne belőle. Na, mancave.hu, és hivatkozzatok a teljes terjedelemre, és még kedvezményt is kaptok, akár az árajánlat elkészítéséhez, akár ahhoz, ami végül majd elkészül. Na de... kicsit gondban vagyok azzal kapcsolatban, hogy honnan is induljunk, mert nagyon-nagyon eseménydús és nagyon érdekes hétvégén vagyunk túl. Csak ne a péntek. Haladjunk időrendben. Jó, akkor kezdjünk Angliában. Jó. Azt javaslom, ahol egy Liverpool-Manchester United mérkőzés volt,
És tudom, hogy nézted, mert egyébként nem tudom, mennyire követed az angol focit. Összefoglalók szintjén, meg tweetek szintjén. Nagyon-nagyon sok angol nyelvű szakírót követek, és rajtuk keresztül nyilván értesülök, plusz óriási Klopp fan vagyok, úgyhogy mindig nézem a nyilatkozatokat. Amúgy ez meglepődnétek, vagy te biztos nem lepődsz meg, szerintem te kevesebbet nézed a Twittert, hogy mennyi olyan foci szakértő van, aki egyszer az NBA-ről is twittel, és akkor a kettőt így mixel. És amikor tudod, hogy NBA meccsek vannak, akkor ezt most ki kell kapcsolni, ezt tovább pörgetjük, amikor meg foci, akkor... nézem a Twittert. De jó, lehet, hogy nem annyit, mint te. Az biztos, szóval igen. Viszont, hogyha azt nagyon jól tudom rólad, hogy szereted az olasz focit, meg a taktikát, és a jó védekezést, és akkor ez egy nagyon kellemes élmény lehetett, ez a Liverpool-Manchester United. Nekem bevallom, az volt. Szerintem szenzációs meccs volt. Azt határoztam el, mikor tudtam, hogy ide jövök, és aztán láttam, hogy én szaladtam bele a késbe azzal, hogy a Lazio Róma után jövök pont hozzátok, de már mindegy, hogy ez a mes nekem tetszett, és hogy mindig mondják, hogy rossz 0-0 Olaszországban, meg jó 0-0, na ez egy nagyon jó 0-0 volt szerintem, abból a szempontból, hogy nagyon szépen és szabályosan kirajzolódott szerintem, hogy mit akart a két csapat, és hogy miért akarta azt, amit. Én tudom, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon, ilyen furcsa rétege alakult ki a Manchester United szurkolóknak, ez a nem vagyunk annyira jók, hogy itt álljunk réteg. A Man United, bocsánatot kérünk között. Azért, hogy elsők igen, vagyunk. Igen. Elnézést, tudjuk, hogy nem kell itt lennünk. Szerintem a United megint nagyon jól felkészült erre a mérkőzésre, tehát lehet azt mondani, hogy a Liverpool nyomott végig, lehet azt mondani, hogy a Liverpool igyekezett ráerőltetni az akaratát a Unitedra, és tényleg úgy jött ki szerintem a Liverpool, hogy tudjuk, mit akartok, keresztül fogunk szaladni rajtatok. És az első 20 perc az erről szólt, és akkor kiderült, hogy oké, de Salah miért mindig az oldalvonal mellett jut csak labdához? Oké, miért szorítják ki a Liverpoolt azokról a területekről, ahol egyébként eredményesen támadnak? Ezt szerintem Solskjaerék zseniálisan csinálták, emellett meg annyi lövést meg passz blokkoltak, hogy ez félelmetes, de minden passzából volt. Ez volt a meglepő, az első 20 perc az elképesztő tempóba ment, aztán viszont annyira lelassult a játék, nem biztos, hogy lelassult, sokkal inkább az ötlettelenség volt az, ami engem zavart ebben, hogy nem tudtak egyszerűen semmit változtatni a csapatok, és a Liverpoolnál ez a többi nagyon jellemző, hogy egyszerűen nem tud a meccsek közben váltani, és Salah, Firmino meg Mané ilyenkor itt teljesen eltűnik a pályán, és mintha ott sem lennének. Pedig tényleg pont ebbe voltak ők erősek tavaly, hogyha az ilyen meccsek jöttek, akkor addig nyomták, addig futottak, addig dolgozták ki a helyzeteket, amíg végül csak jött egy gól, vagy utána 5-6. Igen, itt szerintem az a kulcs, amit az előbb Csabi mondott ezzel kapcsolatban, hogy a 20 perc után volt ez nekem is az érzésem, hogy olyan területeire szorult a játék a pályának, ahol viszonylag ilyen irreleváns pozícióban vették fel a labdákat a Liverpoolnak a fontos és veszélyes emberei. Ugye itt nyilvánvalóan azért ez egy érdekes és szignifikáns történet, hogy 2005 óta először fordul elő a Liverpool-lal, hogy egymás után három bajnoki nem tud gólt szerezni. És én erre azt mondtam, hogy a Salah, Firmino, Mané hármas az nagyon hosszú ideig lecserélhetetlen volt, és most, amikor először tűnt cserélhetőnek Diogo Jotával, akkor meg ugye az élet egy sérüléssel szólt közbe, de azért az most is, és minden eddigi meccsen kiderült, hogy akikkel eddig kísérletezett Klopp, Minamino, Origi nem feltétlenül tudják azt a szintet hozni, úgyhogy ki lenne az, aki ebbe belenyúlna. Hát ez a furcsa, hogy egy Diogo Jotát hiányolnak, úgyhogy hát azért rossz a Liverpool, mert ő nincs. Hát nem tud tehermentesíteni gyakorlatilag. Igen, meg szerintem Diogo Jota azért is nagyon-nagyon fontos ennek a Liverpool, mert tényleg egy picit más karakterisztikát ad ő a csapatnak, és hogy ez az, amiben edzők szeretnek beleesni hibaként, hogy oké, okay, de nagyon megy ennek a csapatnak. Tavaly előtt is milyen jók voltunk, tavaly is milyen jók, hát idén is jók leszünk, és hogy megpróbálnak hozzányúlni, de igazából nincsen eszközöd azok után, hogy Diogo Jota megsérül erre, úgyhogy értem, kellemetlen ez a sorozat most a poolnak. Igen, ahhoz, amit itt az előbb elmondhatok, én azt tenném hozzá, hogy mitől volt ez szerintem jó meccs. Egyrészt azért, mert tényleg kettő nagyon felkészült csapat játszott egymással szemben, másrészt, és ebben például hallgattam angol kollégákat, nekik nem volt magas a meccs színvonal, szerintem elképesztően magas volt a meccs színvonal. Nagyon-nagyon kevés védekezési hibát láttunk, ami valahol... Ki mondta ezt, Roy Keane, vagy ki? Nem, ami szerintem egyértelműen beárazza magának a meccsnek a színvonalát. Tehát egy meccs, én nekem
leginkább akkor színvonalatlan, de hát ezt persze sok irányból lehet megközelíteni, hogyha ilyen teljesen felesleges, elpasszolt labdák, hibák, labdakihozatal hiánya látszik meg a csapatokon, vagy annak a felépítettségének a hiánya. Itt erről szó nem volt. Tehát itt azért mind a kettő csapat tudatosan próbálta azt játszani, amit engedett neki a másik. Hát az, hogy Bruno Fernandest ilyen szinten elszigetelték, meg Rashford 7-szer ért labdához az első fél időben, az egyértelműen ezt a tudatosságot jelzi számomra. Hát ez volt egy kicsit, hogy mind a ketten jól fölkészültek a másikból, és ezért mondtam, hogy nem volt változtatás egyik oldalon sem. Hogyha az egyéni teljesítményeket nézzük, akkor ki tudunk emelni olyanokat, amelyikekre nem számítottunk talán. Jó, Thiago első meccs az Anfield-en, neki voltak olyan passzai, meg olyan meglátásai, amivel néha helyzetet tudott teremteni a túloldalon, viszont az, hogy Luke Shaw-nak volt ilyen kiemelkedő meccse, hogy Maguire nagyon jól játszott, hogy nem is tudom, szóval hogy olyan jó teljesítmények voltak, ami azt mutatja, Van Bissaka egész jól játszott ezen a meccsen, olyan teljesítmények voltak, ami azt mutatja, hogy igen, fölkészültek a másikból, és valóban nem is tudták egymást meglepni, úgyhogy ezért lett szerintem legalábbis unalmas meccs belőle. Van Bissaka szinte önkívületben játszott szerintem ez a mérkőzése, és ő látszott rajta, hogy oké, nekem ez menni fog, én ezt tudom csinálni, és nagyon-nagyon jó volt. Thiago akaratát én szerettem, és pont ezt éreztem én is, hogy a két csapat meccsében benne volt végig a bármelyik másodpercben lehet valami. Tehát nem az volt az érzésed, hogy ebből úgyse lesz semmi, és így lesz 0-0, hanem hogy bármelyikből lehetne valami, de ott egy blokk, ott egy levédekezett passzáv, ott egy Alisson, amikor jöttek fontos és jó lövések, mint Thiagoé például, amit kiszedett, szóval, hogy hát jó meccs volt. Meg még egyet emelnék ki, hogy ha már ott egy Alisson, meg ott egy blokk, hogy azért azt látjuk elég sokszor, hogy akkor, amikor az egyéni képességeket tudják érvényesíteni a Manchester United játékosai, mint például, ahogy a Leeds ellen ez tökéletesen látszott, amikor van lehetőség arra, hogy Bruno Fernandes egy-egyben megveri az emberét, vagy Rashford, vagy Martial ugyanezt tegye, akkor nagyon tud tündökölni a Manchester United, ami szerintem nagyon szembetűnő volt az egész meccsen. Nem néztem erre vonatkozó statisztikát, de Fabinho-t verték meg egyszer is. Úgyhogy egyébként lényegében egy kényszer közép hátvéd. Szenzációs, hogy védekezik egy az egyben az a srác. Tehát, hogy tényleg a világ legjobbjai kerültek bele szembe, most vagy néhányan a világ legjobbjai közül, és nem érezted azt egyszer sem, hogy neki lenne egy felesleges, elhamarkodott vagy rossz mozdulata. Úgyhogy, és ezt mindig korábbi középhátvédektől szoktam hallani, hogy nagyon más az, hogyha valakinek akár a középpályáról vagy szélsővédőből kell belépnie a középre, de nála ezt abszolút nem látod egy másodpályás. Ezzel kapcsolatban viszont az az érzésem, hogyha lőtt volna egy gólt a United, és Alisson nem védi ki az egyik ilyen zicsert, akkor tök máshogy beszélünk erről. Talán volt Fabinho-nak is nagy blokja, és nem vagyok benne biztos, de hogy azért itt szerintem nem rajta múlt ez a meccs, szóval, hogy amikor kontrázott a United, és el tudott jutni így helyzetbe, akkor az nem Fabinho múlik. Lehet, hogy amúgy nem verték meg, de ez szerintem kb. Egy házi feladat jellegű. Aztán lehet, hogy számomra túl egyértelmű, és nem kéne annak lennie. Hát szerintem nem a házi feladat része az, hogy Martialt, Rashfordot, meg Bruno Fernandes semlegesítsd. Szerintem se, és ez, hogy valaki egy olyan pozícióban, egy ilyen rangadón így helytáll, mint ő, meg egyáltalán az, hogy a komplet Liverpool, szerintem ez a sorozat a Liverpoolnál, ez most a legmélyebb hullámvölgy az elmúlt időszakban, ezzel nem mondok nagyot, de hogy ebben nincsenek így csak benne... Így csak harmadikak a tabellán. Igen, de hogy ebben nincsenek zacskók, és ebben nincsenek megégések, az szerintem az Klopp érdeme. Tehát az, hogy ő még mindig úgy valahogy össze tudja tákolni ezt a csapatot, hogy működőképes legyen, az rajta múlik. Óriási a csávó. Angliában még egy mérkőzésről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, és nem is egy mérkőzésre korlátoznám ezt, hanem a Manchester City-re, ami abból a szempontból egy érdekes dolog, hogy a Guardiola 50. születésnapját ünnepli, és ennek kapcsán azért nagyon sokan feldolgozták azt, hogy ő milyen filozófiával, hogyan változott a filozófiája itt az elmúlt években, és az azért szerintem talán az eddigi legszenzációsabb tettje, ahogyan ezt a City-t úgy, hogy nincsen Aguero-ja, nem volt csúcsformában játszó Kevin De Bruyne a szezon elején, kicsit már öregedik Fernandinho, Laportnak a formája esett vissza, meg koronavírus fertőzésen esett át, és a csapat többi tagjánál is mindez elmondható. Ennek ellenére egy folyamatosan felfelőívelő pályát látsz a csapatnál, zsinórban 5 győzelem,
szinte nem kapnak gólt. Stones-t visszahozta. Ez botrányos amúgy, hogy az elmúlt 14 meccsen 3 gólt kaptak. Hát ez ugyanaz, mint az Atlético. Ez tök ugyanaz. Csak kicsit más megközelítéssel. Igen. A filozófia nem teljesen ugyanaz, de az eredménye az. De tényleg, tehát az a munka, amit elvégez Guardiola, és ugye sokan féltették attól, hogy ez az első olyan típusú feladata, amilyet korábban nem csinált, a csapat újraépítése, mert Barcelonában, Münchenben sem kellett újraépíteni a csapatot, egészen más valamit felépíteni, és aztán utána ott hagyni, és valami új kihívást keresni, mint azt mondani, hogy megújulunk, és új alapokra helyezzük, és szerintem ez zajlik, és ez történt, és ez történik a Citynél. Mi az a két dolog, ami mondjuk leginkább más ez a filozófia, mint volt az előző? Hát leginkább az, hogy a 4 gólos Stones házi gól király, tehát hogy nincsen Aguero-juk, nincsen éle a csapatnak, lényegében ez mindenképpen új, és ugye pont a The Athletic-en született egy cikk arról, hogy neki játékosként meg a kezdeti éveiben edzőként is az volt mindig az alapelképzelés, és nem csak a kezdeti években, mert Fernandinho pontosan ezt a célt szolgálta, hogy mindig legyen egy, nem emlékszem a spanyol szóra, te talán ezt tudod, hogy egy ilyen rossz fiú, aki megtöri a másik csapatnak a rendszerét, és ebben... Na, erről majd beszélünk ma sokat. A rossz fiúkról. Aki képes megbontani a másik csapatnak rendszert, ugye ezt a célt szolgálta most a legegyszerűbb példa szerintem Fernandinho ezzel kapcsolatban, aki elvégezte a piszkos munkát, szerelt, odament, ott lihegett az ellenfél nyakában, meg tudta akadályozni azt, hogy az a szerkezet, vagy az a gépezet, amit elképzelt az ellenfél, az úgy működjön, ahogy, és itt most a Cityben lényegében az alapfelállásban nincs nagyon ilyen. Most volt Fernandinho tegnap, de egyébként Gündoğan és Rodri két játékos belső középpályással produkálja azt, amihez korábban kellett mindig egy olyan ember. Na, ezt nem tudom, én ezt nem... Vagy hát a jó fiúságot azt nem érzem rajtuk. Vagy lehet, hogy jó fiúk, de túl jó játékosok, hogy... Hát ugye Gündoğan szenzációs formában játszik, az elmúlt 5 fordulóból 4-ben gólt, szerzett 3-szor első gólt. De egyik sem olyan, aki oda megy és fellök, szerel, ütközik. Tehát, hogy nem az a típus, mint amit Fernandinho hoz. Tehát ez a kettő szerintem, ami új. És ezt egy Premier League-ben ilyen eredményességig vinni, az valami. Igen, úgyhogy nálam egyértelműen a Manchester City az első számú bajnok esélyes jelen pillanatban. Olvastam egy cikket Guardioláról nem olyan régen, és már nem tudom, hogy hol, de nekem a kedvenc részem az volt ez a 5 beszélgetés, ahol pók lennék a falon. Nem tudom. Tehát amikor, és Guardiola elmondta, hogy hú, már nem is tudom, hogy ki, talán Contét hívta föl egy mérkőzés után, és hogy megbeszéltük, hogy a mi mérkőzésünkön mi volt a baj, meg az ő meccseiken mi volt a baj, hogy ilyen szakmai konziliumokat tartanak egymás között ezek az edzők, és így basszus, hogyha ebbe egyszer bele lehetne hallgatni, azt hogy szeretném. Na hát ott hazaviszik a munkát, az biztos, gondolja. Na és hogyha már itt Guardiola, akkor szerintem innen nagyon könnyű átkötni Olaszországba, mert Guardioláról játékos korában mondta azt Amor, hogy egy dologban volt a világ talán legjobbja, de az egyik legjobbja mindenképpen Guardiola, hogy amikor nehéz pillanatba kerültek a Barcelonában, lehet, hogy a képességei meg a játéktudás alapján nem ő volt annak a csapatnak a legjobbja, de abban mindig mindenki biztos lehetett, hogy ő vállalta a felelősséget. Ő akkor is elkérte a labdát, ő akkor is megpróbálta úgy mozgatni a csapatot. Ilyennek volt hián a Róma. Ki vállalja a felelősséget a Juventusban? Nyilván ezt akarod kérdezni. Igen. Majd ott is, de először beszéljük. Tehát, hogy nincs olyan, és nekem ez volt nagyon az érzésem. A Róma kis csapat volt a Lációhoz képest, szerintem ezt leszögezhetjük, és úgy is játszott, mint egy kis csapat. Bocs. Domász nem is bírja. Nem tudtam, hogy van a szobában nálam is nagyobb Róma drukker, de ezen szerint. Hát figyelj, nem tudom, hogy ez az én megközelítésem. Az biztos, hogy a szembenézés az nagyon hiányzik a Rómában. Tehát tényleg lehajtott fejű játékosok mennek a pályán. Azt az érvelését Fonsecának el tudom fogadni a fél időig, ami arról szólt, hogy kaptunk 2 gólt, ahol miattuk a gólbaszt. Oké, teljesen rendben van, teljesen igaza van. Ez ami az Ibányez. Így van, nevesíteni bátran lehet. És ráadásul ugye onnan jött a baj, ahonnan nagyon nem számítottam rá, hogy Ibányez 2 ilyen hibát el fog követni, bár már az előző mérkőzéseken neki azért voltak bizonytalanságai az Inter ellen is, miatta a sárgult be Smalling és hasonlók, mert felelőtlen volt, de ettől függetlenül nem volt rossz formában Ibányez, tény, hogy főleg a szezon elején. A, ez a, ez a
A rossz fiú, ez a rossz csont, ez nagyon hiányzik a Rómából, szerintem. De... Meg én szerintem még inkább az, aki felelősséget vállal. Tehát ez, amit mondtál, hogy lehajtott fejű játékosok voltak, én nem éreztem azt, hogy bárki ott az első félidő végén, második félidő elején azt mondta volna, és itt nem arról van szó, hogy itt most ordítani kell Roy Keane-ként, hogy akkor gyerünk el, szedjük össze magunkat, hanem előreállni, a sor elejére állni, és példát mutatni, és azt mondani, hogy adjátok nekem a labdákat, majd én megpróbálom. És hogyha... De ez is a rossz fiúság része, nem? Ez a tökös gyerek, hol van? Hol van a tökös gyerek? Aki hajlandó veled üvölteni a pályán, aki azt mondja, hogy na gyertek utána, lehet, hogy nem sikerül, de mindent beleadunk, és nem tudom. Ehelyett az van, hogy így elnézést kérünk, én elpasszoltam, de hát te mellé rúgtad, de hát előfordul az ilyesmi, te meg odaadtad neki a labdát, hát ez... Igen, aki elkéri a labdát, aki azt mondja, hogy kétszer rosszul passzolt, de utána a harmadjára is azt mondja, hogy adjátok nekem, mert a harmadjára jól fogom csinálni, és megcsinálja. Tehát, hogy nem képességbeli problémákat érzek. Nem tudom, ezt tudod-e, pont most a hetekben futottam ebbe bele, hogy Veretú annak idején, ugye a Nantban játszott, az első számú kiszemeltje volt a Leicesternek, és miután őt nem sikerült megszerezni, ezért került az N'Golo Kanté. Veretú egyébként egyik... Nem véletlenül tereltem felé a szót. Igen, a Veretú az egyik legjobb ebben, amit elmondunk. Tehát ő tényleg az, aki... ha kell, Dzeko helyett támad le, ha kell, akkor VR helyett jön hátra, és kérje a labdát, hogy ad ide, akkor majd én elosztom, ha most szegény ott még az oldal van, annál piheg, de ő se hangos. Én a hangerőt hiányolom, tehát tudom, hogy nem az akarnokság fokmérője az, hogy valaki Roy Keane módjára üvöltözik-e az öltözőben, de erre rohadtul szükség van bizonyos pillanatokban, hogy nekem is valaki leüvöltse a fejemet, és közben vállalja azt is, amit ő tett. Igen, csak látva Roy Keane szakértői munkáját, okay. Nem tudom, miket üvöltözhetett ott annak idején. Én se, de működött. De figyelj, de egy Lazio ellen 0-2-nél a szünetben, ha van valaki, aki hergel, az már több annál, mint ami történt a második fél időben. Engem a második fél idő eleje háborított fel, mint Róma szurkoló, aki ott ültem a tévé előtt, és azt mondtam, hogy oké, kaptunk két gólt, szörnyű volt a fél idő, de most bementek az öltözőbe, van negyed óra, nézzük meg, hogy jön ki ez a csapat. Hát sehogy, hát ugyanúgy, vagy még kevésbé felspannolva, úgy jöttek ki, hogy úgy, ma úgyse fog semmi sikerülni, ez elmegy. De igazából összefügg a kettő, de nem lehet, hogy csak szimplán így... egymástól teljesen függetlenek a játékosok, szóval nincsen csapat összhang egyáltalán, vagy az, hogy összejön egy csapat, és jobban együtt van, az már magával hozza az, hogy vannak ilyen vezető típusok. Ez a Róma játékban nagyon jó ebben a szezonban, és erről szerintem fontos szintén beszél. Ez a Róma hagyta ki a legtöbb nagy helyzetet az egész szériában. Hát amiatt a Dzeko ott van, ez így van. Ez a Róma lövi a legkevesebb gólt ahhoz képest, ahány helyzetet kidolgoz mérkőzésenként. És ugye Dzeko szerepe ebből a szempontból nagyon érdekes, hiszen ő tulajdonképpen az ellenfél térfelétől, ahogy átlépünk, ott neki kulcs szerepe van a támadások építésében. Tehát igen, lehet ezért kárhoztatni, de nagyon sok gól, amit Mkhitaryan szerez, amit mások szereznek, abban benne van Edin Dzeko nagyon-nagyon komoly, véres, izzadságos munkája. De az tény, hogy a csapatban valamiért nincs vezér. Tehát nincs, aki ér rá, nincs csapatkapitány. Egy Zlatán hiányzik. Dzeko nem csapatkapitány. Edin Dzeko egy kiváló csatár, nagyszerű csatár szerintem, aki ugye már kifelé megy, de még mindig nagyon jó, nem csapatkapitány. Mint ahogy már Florenzi sem volt csapatkapitány. Mint ahogy az előző 5 csapatkapitányból senki nem volt csapatkapitány. Az előző 5-ből? Abban nem esik meg bele, de Rossi? Hát akkor 3. Ő azért az volt. Nainggolan. Hát, és Nainggolan nem volt ilyen? A végén, hát attól függ, előtte vagy utána. De egyébként de. És hát hogyha egyébként mindenki, sokat vitatkoztam Nainggolan személyéről, és most azért is érdekes ez, mert kíváncsi vagyok, hogy a Cagliarit ki tudja rántani majd a bajból. Szóval, hogy ő vezér típus, vagy egy ilyen alapvetően introvertált fiú telegátlásokkal, aki azért néz ki így, meg azért viselkedik így, ahogy, mert ezt palástolja. Szerintem az utóbbi, de ha ránézel, elhiszed. Tehát ő utána lehet menni. Tehát lehet, hogy nem tudja, hogy mit csinál, gondolod te, de megy. Tehát én nálam ő ez a típus. Igen, ugye... Ez a birka. Nagy te van a kolomb, és akkor lehet menni. Vagy akár oda van tetoválva az a rózsa, aztán azt lehet követni. Ugye... Múltkor mondta ezt valaki nekem, ha már a birkákat szóba hoztad, tényleg, hogy
40 éve foglalkozott azzal, hogy ő birkapásztor. És azt mondja, hogy volt 200 birkája. És azt mondja, oda megyek, ezek nem vesznek komolyan. Tök mindegy, hogy milyen kutyát viszek magammal, az történik, amit én akarok. Na ez a kutya, ez hiányzik rohadtul a Rómából szerintem. Szaladnak mindenfelé, és akkor az edzőről még nem beszéltünk, aki szinte egy elég megosztó figura. Ez azért, tehát itt most adnám magát, hogy egy kicsit milánozzunk, de majd ezt egy kicsit későbbre tartogatjuk. Lációról szerintem nem szabad megfeledkezni. Egyrészt Simone Inzaghinak megint a kiváló taktikai érzékéről, amivel ezt az egyébként rendkívül hatékony Lációt föltette. Másrészt pedig, akit szerintem mindenképpen ki kell emelni, az Lazzari. Igen, Lazzari fantasztikusan játszott, Milinkovic-Savic fantasztikusan játszott szerintem ezen a mérkőzésen. Inzaghit én nagyon szeretem. Az a helyzet, hogy a két csapatnak az alapvető játékstílusát egymás mellé rakjuk, akkor ez a Róma szempontjából egyébként nagyon kedvezőtlen. És ez meg egy másik helyzet, hogy kontrasztban jó a Lációval, hogy hány játékos van a Láció keretében, aki mélységében támadja és rettegésben tartja a védelmet. Hát minden egyes pillanatban. Azonnal függőleges foci, a Rómának megjön az, hogyha nem tudják 3-3 méterről 3 méterre lebontani az ellenfél védekezését, akkor meg vannak lőve, mert senki nem fog beindulni. És a Rómánál én végig azt éreztem, hogy a Láció nagyszerűen használta ki azt, hogy 3 védővel állt fel a Róma. Megvoltak azok a védők közötti üres területek, amiben például Lazzari is bement, nem volt döntés abban, hogy most neki kinek kell őt felvenni. Ibáñez veszi fel, Spinazzola veszi fel, de hát Spinazzolának nyilván az volt a feladata, hogy menjen, és így aztán kihasználták azt a létszámfölényt, ami ott keletkezett. Hát neki kellett volna magasan tartani, vagy hát hátul tartani a Lazzarit, de hát ez nem sikerült. Ez nem sikerült, és nagyon-nagyon jól játszott a Láció meccsen, ezt el kell ismerni. De mindenki szerintem. Szóval, hogy itt Luis Albertot szinte még nem mondtátok, és nálam Immobile volt már megint az el, és ő ilyen vezető típusú talán, szóval, hogy ő a játékával... Is van. Nekem Immobile nem feltétlenül az, de a játékával vezet szerintem. Ha? Az igaz, csak egy nagyon idegesítő figura. Na hát, de ilyet mondani. Nekem már korábban is az volt, de... Negyedik derbi gólját szerezte, ezzel ugye már csak ketten vannak előtte a Lációnál a sorban, mondjuk rómaiak között vannak nála kicsit eredményesebbek. Totti mennyi 11-el fejezte be? Úgyhogy ugye ő most ezzel a 4-gyel ott tud lenni a top 3-ban, Silvio Piola és Tomázo Rocchi az, aki még ott van a dobogón előtte. No, de azért akartam a Milánról beszélni egy keveset, mert ugye ők csak ma játszanak, viszont nagyon kíváncsi vagyok arra, amit eddig produkált a Milán itt az átigazolási időszakban. Ugye 2 ügylet megköttetett, 1 pedig megkötésre vár. Lehet, hogy a mai napon, mire ez kikerül ez az adás, addigra Mandzukic is már aláír a Milánhoz, ami szerintem egy nagyon érdekes és egyben kockázatos vállalás is. Mandzukic ugyanaz a győztes típus, és azért mondtam, hogy itt könnyű lenne átkötni, mint amilyen Ibrahimovic. Csak ők mennyire kompatibilisek egy csapatban egymással. Még Diego Costát oda vihetnék, és akkor... De... Nem akarom behozni, de akkor az már ilyen Harden Irving Durant. Az már akkor ez. Szóval... Szerintem pont erről már beszéltünk valakivel, nem tudom kivel, hogy a Milánnál pont most van meg ez az összhang, és hogyha valaki ezt megbontja, abból nem kis balhé lesz, hanem... Igen, viszont... Hanem az egész játékot bontja le meg ezt a tökéletes összhangot, ami most megvan. Igen, csak én azt mondom, hogy a Juventusból amióta elment Mandzukic, azóta hiányzik borzasztóan egy ilyen típusú játékos. Tehát, hogy az a győztes szemlélet, amit ő hoz magával, meg hoz a játékával, nem mindenkinek kell, hogy szimpatikus legyen az, amit ő egyébként a pályára visz. Ha már De Rossiról beszéltünk, neki különösen nem volt az annak idején. De minden esetre tényleg egy nagyon érdekes együttállás, és ugye a másik kettő, hogy róluk is essék szó, az egyik az ugye Meite a Torinóból, amivel szerintem olyan nagyon nagyot nem kockáztattak, hiszen egy viszonylag rutinos szériájátékost vittek oda, és a másik pedig az a Fikayo Tomori, akivel mondjuk bővültek a lehetőségek. Nekem ez a legnagyobb. Tehát ez az egyértelmű, erre mondanák, hogy stíl. Tehát ez egy óriási nyúlás, ez a kölcsönszerződés, egy óriási előny lehet a Milánnak, ha tovább mennek, hogy végig is tudják azt vinni, amit elkezdtek. Én nem tudom, de a Milán az nekem olyan, mint amikor 1500, vagy nem tudom, 3000 vagy 5000 elindul a nyúl. És akkor megy. Hát, azért ezt nem fogja. Jó, top 4, oké, az még meg lehet, mert láttuk azért tavaly, hogy
egy centire a kirúgástól volt Pioli, hát, vagy igen. Talán túl rajta, és aztán, hogy mégiscsak, hogy maradt, ez egy nagyon szép történet ebből, és egy nagyon szimpatikus történet szerintem mindenkinek, ami a Milánnál történik, de én folyamatosan azt vártam, hogy oké, ennél a feladatnál már elbuknak. Jó, ennél a feladatnál már elbuknak. Jó, de szerintem ezek, a, de ezek az igazolások is előremutatóak, vagy csak én gondolom? Ugye Tomoriról mondtad, hogy igen, de szerintem a másik kettő is, tehát hogy ezek okos döntések. Szerintem jól érzik azt, hogy ezt nem szabad hagyni. Ezt nem szabad ennyibe hagyni, tűzben kell tartani a csapatot, hozzá kell tenni még egy-két-három játékost ehhez a kerethez. Én egy picit rímel ez arra, amit a Liverpoolnál beszéltünk, hogy igenis nem szabad belekényelmesedni, hozzá kell nyúlni. Itt meg szerintem, amikor eljön az az időszak, hogy a 20 évesek, mert tele van 20 évesekkel, 20-21-22 évesekkel ez a Milán, mit csináltak az elmúlt pár évben az átigazolási piacon, jó, mondjuk egy, de hogy elképesztően működik ez a Milán, nem szabad bele süppedni, amikor eljön az a pillanat, hogy ők majd elgondolkoznak rajta, hogy mi van, akkor lesz, akivel Ibra tud beszélni, lesz, akivel Mandzsuk is tud beszélni, tartsuk ezeket a játékosokat tűzben. Úgyhogy nekem nagyon szimpatikus és tetszik, amit a Milán csinál. No, de volt egy másik derbi is, Olaszország derbi a hétvégén. Először nyert, illetve hát mondhatom azt, hogy először szerzett pontot Conte, mióta eljött a Juventustól, volt csapata ellen, és hát azt kell mondjam, hihetetlen erődemonstráció volt ez az Inter részéről. Nem volt pályán a Juventus szinte. Hogy nem jutott tovább a BL-ből ez a csapat, ugye? Az egy nagyon érdekes kérdés, igen, mert annyira a helyén van minden szerintem ennél az Internél, és nekem egyébként is ez volt a véleményem, és most, amikor szerintem az egyik legfontosabb teszt előtt álltak, vagy ha mondhatjuk ezt a legfontosabbnak végül is, mert ugye Conte nagyon ügyesen, szerintem és okosan arra építette fel a kommunikációt, hogy na, most mérjük meg magunkat, pláne azok után, hogy az előző év második felében szinte folyamatosan az jött tőle, hogy azért veszítették el a bajnoki címet, mert oda-vissza kikaptak a Juventustól, és az a 6 pont az nagyon hiányzott. Elképesztő egyensúlyban van szerintem ez az Inter. Én azt szeretem bennük, hogy na nekik viszont a keret összeállításuk tökéletes, és most szándékosan csak a csatár duó példáját fogom mondani, de hogy minden, ami zsenialitás Lautaróba szorult, de a lazább játékstílusa miatt elront zicsereket, azt Lukaku munkája visszahozza. És Lukaku levetkőzi magáról minden egyénieskedést, ami sosem volt rá jellemző, de most aztán végképp. Tehát, hogy a 100%-osan a csapat szolgálatában minden. Mögöttük egy sorral az én nagy kedvencem, és az a játékos, akiről talán az elmúlt 3 évben leginkább sajnálom, hogy bár szóba hozták, és komolyan a Rómával, végül nem oda került Barella, aki döbbenetesen nagyot játszott tegnap, eszméletlen, hogy mit művelt, és az egyik legtehetségesebb olasz labdarúgó messze, akiben minden megvan. Szerintem a legjobb olasz középpályás jelenleg. Világklasszis jelölt. Aha. Nagyon. Majd az EB meglátjuk, ugye? Hát szerintem az ő helye, hogyha egészséges, akkor megkérdőjelezhetetlen ebben a csapatban. Előre-hátra zseniális. Nekem, amit az Interben vagy az olasz válogatottban? Hát az Interben most az olasz válogatottat szerintem nem feltétlenül kell még idehozni, mert ott ugye Verratti-nak a játéka lehet az egésznek az origója, mármint az egész csapat játéknak. Csak ugye Verratti, hogyha jól emlékszem, a legutóbbi alkalom, akkor mindig sérült volt, amikor az olasz válogatott, lehet, hogy rosszul emlékszem, de biztos, hogy volt olyan időszak, amikor rá nem számítottak. Ők, hogy mennyire kompatibilisek egymással, az egy érdekes. Hát ebben a csapatban is van azért Barella mellett két védekező középpályás, és működik. Hát Brozovic, Vidal, mondjuk mind a kettő azért úgy védekező középpályás, hogy elég erőteljesen előrefelé védekeznek. Vidal? Mi gólt fejelt Vidal tegnap? És annyira. És egyébként meglepett benneteket, hogy nem ünnepelt? Mert ugye a... Igen, meg. Igen, mert ugye emlékeztek, hogy volt ez a Barcelona Bayern München sztori, hogyha ő a Bayern ellen gólt szerez, akkor úgy megünnepel, mint az állat. És volt, tehát nyilván ebből látszik, hogy teljesen más volt. Hát szerintem nem tudta, hogy bement. Énekre gólt fejelt, hogy nem. Nagyon nagyot játszott tegnap az Inter, és milyen érdekes a Milánnal szembeállítani ezt, hogy Conte pedig mit mond folyamatosan, és üzen meg a játékosainak, hogy ti vagytok, senki más nem lesz, ez gyerekek rajtatok, itt nem lesznek igazolások, itt mindenkinek a helye tuti, mi már csak erre koncentrálunk, és rajtatok múlik, hogy megnyerjük, vagy nem. Én szerintem az Inter
a, nem mondok ezen nagyon, de a legveszélyesebb a Milán bajnoki címére ebben a pillanatban. Hát most igazából hát vagy a Milán Juventus... legveszélyesebb az Inter bajnoki címére. Ez egy érdekes kérdés, hogy melyik. Igen, hogy a Juventusot. Majd mindjárt Juventusról beszélünk még egy kicsit hosszabban, viszont még egy felvetés, amit szerintem Egri Viktor nagyon jól fogalmazott meg a tegnapi közvetítés során, és ez egy alapvető különbség itt, nem csak Conte és Pirlo között, hanem az Inter és a többi csapat között, hogy az azért szerintem tényleg teljesen egyértelmű, hogy Conte túl sok egyénieskedés nem enged ebben az Interben. Minden az általa elképzelt filozófia szerint zajlik, mindenkinek nagyon megvan a saját szerepköre, nem lehet cselezni, nem egy az egyben verjük meg, hanem csapatként az ellenfelet, és ez működik, és nekem az az érzésem, hogy Conte pont eddigi állomás helyein ezzel égette ki magát, hogy ezt addig, ameddig eredményes, addig, ameddig még a játékosok bírják, addig lehet folytatni, de egy idő után sok lesz az a focistáknak, hogy nagyon szűk térben, nagyon szűk szerepkörökben, nagyon szűk területekre bekorlátoznak. Jó, de ez most nem fordítva történik az Internél? De az tehát, most még pont a főszálló... Bukó, és elkezdtünk fölfele elindulni, most ezt kell húzni, ameddig csak lehet. Még ebben a játékrendszer, vagy játékstílusban annyira nem is feltétlenül van helye a cselezgetéseknek. Meg... De egyébként ez az, ami, nekem inkább ez az, ami Simeonéra rímel. Tehát, hogy nála van ez szerintem, hogy nagyon... Nagyon szigorúan megvannak védekezésben minden csapatrészben a szerepkörök. Csak érdekes, hogy Simeone nem ég ki az Atletinél, tehát hogy ott nagyon hosszú évek óta ez képes megújulni ez a projekt, ez képes még előre is lépni. Conte azért mindenhol ilyen főnix madár volt. Szerintem a játékosokkal való kapcsolatban van különbség a két vezetőedző között, tehát még szerintem Simeone tökéletesen tudja, és kvázi, tehát ő fent tudja tartani ezt, hogy az öltözőben én vagyok a vezér, utánam jöttök, de egy vagyok közületek, nekem mindig ez az érzésem vele kapcsolatban, Conténál nekem nagyon nem ez az érzésem, tehát ő szerintem én vagyok itt az öltöző, én vagyok a főnök, utánam jöttök, és amelyik elrontja, annak eltöröm a lábát. Pedig egyébként még a fizetés, meg gazdasági szempontból is megvan az analógia. Szerintem nincs azt még két olyan edző a világon, amelyik ennyivel többet keresne, mint a csapatban szereplő játékosok bármelyike. Az a fura, most Simeonéval kapcsolatban nyilatkozta az egyik játékos, nem tudom kicsoda, az a baj, hogy tesz a játékosokkal való kapcsolatokért, szóval ezeket folyamatosan direkt ápolja. Conténál úgy érzem, hogy ő a hierarchiában egy picit a játékosok fölött akar állni. Hát igen, ez a Diego Costa SMS-ben való elküldése, igen, és egyéb ilyen kiszivárgó sztorik nem segítenek a renoméjának a megőrzésében, ez egész biztos. Na de akkor beszéljünk egy kicsit a Juventusról, mert még mindig belekeverve az Intert. Mind a kettő csapat olyan szempontból szerintem nagyon jól elvégezte a házi feladatát, hogy a védekezést azt elég jól megszervezte. Tehát az, hogy önmagában ugye Lukaku-Ronaldo párharcot vártunk, és ez nem jött létre, az mondjuk elsősorban azt hiszem annak a Giorgio Chiellininek köszönhető, aki ebben a Juventusban, amelyik azért nem volt, vagy nem idézte a legszebb napjait, egészen kiválóan teljesített. Nem akarsz beszélni róla? Nem, megpróbáltam felidézni, hogy amikor ott nagyon beforgatták a gól előtt szegény öreg Giorgiót, azt hányszor néztem vissza, hogy jó legyen. De ettől függetlenül azt, hogy Lukaku így megfogja valaki, igen, az igen, szerintem igen. Extra. Jó játszott. Az öreg Giorgio. És akkor ennyiben maradunk? Nem az volt gyönyörű az... volt, gyönyörű volt ez a válogatás, amikor kiemelték, vagy nem tudom, legalább ilyen öt esetet fölhoztak így lassítva, ahol ja, könyök, ment a könyök, igen. Fejpárbaj, csesznyivel az ütközés, még egy becsúszás, és tényleg így a játék közben nem is tűnt fel annyira, hogy mennyire tudta vele tartani a lépést, és azért... Ez nem a termetének, hanem sokkal inkább az erőszakosságának köszönhető, és hogyha már említetted a rossz fiúságot, akkor a rossz fiúságba ez is beletartozik, hogy valaki így menjen bele ezekbe a párharcokba. Mondjuk igen, Chiellini ebből soha nem volt. Nem félti magát, hát... nem félti azt, hogy ő lesérülne, vagy bármi ilyesmi. Azért láttam ilyet az utóbbi időben, hogy több játékos is sokkal kevésbé megy bele a párharcokba, meg az ilyen sérülés veszélyes helyzetekbe, sőt, még akár egy sprintet is kevésbé vállalnak, mert tudják, hogy simán bármikor meghúzódhatnak, úgyhogy ez szerintem főleg ezekben a hetekben, hónapokban nem kis dolog, hogy ő ezt így végig 100%-kal vállalta be. Na, fölteszem úgy a kérdést, ahogy talán nem, vagy kevésbé számítottatok rá. Van esélye? El tudjátok képzelni, hogy ez a Juventus tizedszer is bajnok lesz Olaszországban? Mikor?
most. Hát a tizedszer, igen, azon azért túl sorozatban, igen. Hát, és mit válaszoltunk volna erre két hete? Itt az tovább bonyolítva a kérdést, jön szerdán a Napoli elleni szuperkupa meccs, kit érdekel, mondhatnánk, de ebben a helyzetben mégsem mondjuk. Nem, ez a meccs, most van az, hogy arról cikkeznek Olaszországban, idefelé nézegettem a Gazzetta cikkeit, hogy ez az elmúlt 10 év leggyengébb Juventusa, ami a pontszámokat illeti 17 mérkőzés után. Hogy mennyire működik az, amit Pirlo szeretne, és hogy milyen áldozatai vannak annak, hogy a Juventus anyagi okokból per már kényszerűségből elkezdett fiatalítani, és Pirlóval szemben egyértelmű elvárás az, hogy a Frabották, a McKennie játszanak ebben a csapatban, és meg a Kulusevskik, és ez elől kezdődik, és a középpályán, és utána eljön majd a pillanat, amikor nem Chiellini és Bonucci fog hátul játszani, de az most még tragédiát jelentene ennek a Juventusnak. Úgyhogy azért ott van a világ legdrágább fiatal védője, Matthijs de Ligt, ott de ő pont nem jár. Ez tényleg fontos, hát igen, volt szerintem tegnap azért, hogy ő sem, meg Dybala se volt ott. Pont a két oldalon szerintem ennyi hiányzott volna még ahhoz, hogy még kiegyensúlyozottabb legyen a meccs. A Dybala féle kreativitás azért, ezek a Ronaldótól jövő behatások, ezek elég céltalannak tűntek. Így. Hát önmagában az, hogy Ronaldo ad be, az egy ilyen értelmezhetetlen dolog. Már most az elmúlt, mit tudom, 5-10 év alapján. Tehát, hogy korábban még gyakran előfordult ilyesmi, de akkor még egészen más volt. Na ő is az, aki azt mondja, hogy miért nem adtad be azt a labdát, aztán ő maga megy ki, hogy beadja, csak aztán ugye neki kéne ott lennie, úgyhogy ez nem működik, de ő azért sem mondom, hogy nem bajnok esélyes a Juventus, mert nem tudom elképzelni Ronaldót, ahogy ő így csak így elveszít egy ilyen bajnoki címet, egy bajnoki címet. Nem, én ő akkor mondanám ezt, hogyha a mind a két riválison, az Interen, Milánon, most vagyok ezt a két legnagyobbnak, azt érezném, hogy évek óta üldözik a bajnoki címet, és évek óta folyamatosan ott vannak, és oda is fognak. Mind a kettőben látom, hogy el tudja rontani. Mind a kettőben látom azt, hogy lesz még 3-4 meccs, amikor biztos nem megy. A kérdés az tök jogos. Oké, de azt a Juventus majd ki tudja használni, vagy nem. Ez a Juventus, én azt tudom aláírni, hogy ez a Juventus, ha 10-szer is bajnok lesz, ez lesz a leggyengébb bajnok csapata, amelyik ebből a 9-ből. Hát pedig már az előző évi Sarri féle csapatra is ezt mondták. Ez érdekes, mert közben az Inter egyértelműen fejlődik, és akkor meg furcsa kontextusba helyezi, hogy ezek a gyenge Juventusok tudnak mégis bajnokok lenni. Veszélyben van Pirlo állása, hogyha elveszíti az ellen a Napoli ellen a szuperkupa döntőt, amelyik egészen lehengerlő formát mutatott a Fiorentina ellen? Ha veszélyben van Pirlo állása attól, hogy elveszítik a szuperkupát, akkor Agnelliék a homlokukra írják, hogy hülyék vagyunk. Az Agnelli időszakban nem volt még edző, akit szezon közben menesztettek volna, ez azért nagyon jó mintát ad, csak ha mondjuk így, akkor inkább azt kérdezem, hogy ha tavaszra mondjuk a célok egy nagy része már teljesíthetetlennél válik. Hát akkor az májusban, de most január 18-án, vagy mit tudom én, 20-a lesz addigra. Január 20-án behozni egy új edzőt, úgyhogy egy hete van arra, hogy ja, még lehet, hogy igazolni is lehetne, hogyha az elképzeléseim olyanok, az szerintem teljesen fölösleges. És akkor még jön a kit, meg hogy azért tényleg egy nem várt döntést hoztál nyáron, amikor azt mondtad, hogy oké, Pirlo az edzőnk. Ennyi idő után kirúgod, akkor az tényleg nem Pirlo tehet róla, akkor rácsütik, hogy te tehetsz róla. Ezért meg a nézőktől, vagy szurkolóktól sem lesz egyértelmű nyomás, hogyha nem Pirlo lenne, az, hogyha Sarri lenne az most ebben a helyzetben ott, akkor biztos, hogy már a klubháznak a falait döntögetnék. Na, de nézzünk át még Spanyolországba, ahol megvolt a szuperkupa. Nem jött össze az oly nagyon vágyott Barcelona-Real Madrid döntő, pedig ez mondjuk, hogy minden évben megpróbálnak. Kis kár örömet érzek a hangodban, Tibi. Nincsen kár öröm, csak ezt, és nem, ne haragudjatok, nem tudok más jelzőt használni, szánalmasnak tartom, hogy mindig annak szurkolunk. Megpróbálják összehozni minden évben, tehát hogy a szuperkupa már 4 csapatos torna lett 2 éve, hogy hát hogyha nem is úgy jön ki, hogy kupagyőztes meg bajnok, és egyszer sem jön össze, ugye tavaly az Atleti rontotta ezt el, idén pedig a Bilbao, és ráadásul a Bilbao még utána a Barca örömét is a döntőben. De most azért nevetek, mert te nevesz, tehát nem. Én is várom a sztorit. Ez tényleg zseniális. De legalább most kiderült, hogy
milyen erős valójában a Real Madrid meg a Barcelona. Végre kiegyenlítettebb verseny van Spanyolországban, viszont itt tényleg egy dolgot szeretnék kiemelni. Van egy Asier Villalibre nevű srác, nem tudom, hogy ismeritek-e. Nagy szakállas. Olyan, mintha 40 éves lenne, közben 20 vagy 23 pontosabban. Tipikus ilyen közönségkedvenc alkat. A 90. percben egyenlítő gólt lőtt most a Szuperkupa döntőben. Kiállította Messit, őt ütötte le. Igen. Ha ott futok el Messitről, engem is, Messit rólam is kiállították volna. Azért? Hát így szép óvatosan, mindegy, és a végén... Messit mindig így állítják ki, mondhatjuk, ugye van tehát... Állandóan. Összes kiállítása azért van, leüti az ellenfele. Mekkora hentes. Mennyi 700? Hány meccs? 58, ilyesmi, nem tudom, 753. 753 meccset. Elképesztő egyébként, hogy ennyit. Mert olyan van, hogy mit tudom, ütemet tévesztesz, véletlenül ja. Rátap, ennyi meccsen idejön kell, hogy legyen, nem? Idejön a elveszíti a fejét. Jó, de hát ennyi kell, hogy legyen, nem? Az emberben, hogy valamikor elkésik, meg rosszul lép, meg minden, és nála hát, ilyen sem volt. Messi nem szokott védekezni. Hát világos. Jó, hát egyébként nem mindig volt ez így, de szenzációs dolog az, hogy a klubjában még eddig nem állították ki, hát ezt kár volt most elrontani. Hát a fontos meccseken azért el tudja az utolsó meccsek egyikén a Barcelonában, nem? Na de most valakiből még sztárt szeretnék csinálni, hogy megismerjék a hallgató. Bocsánat, nem, hát Asier Villalibre az, és a lefújás után bevittek egy trombitát neki. És trombitával játszott az Athletic egyik indulóját, és azt énekelték a csapattársak, és ezt akarom kihozni belőle, hogy az ilyen meccseken számít, hogy mennyire van egyben egy csapat. Asier Villalibre trombitál, nincsen rossz hangja. Van a csapaton belül egy 6 fős zenekaruk, amivel állandóan zenélnek. Azt mondta, hogy a karantén alatt is ők gyakoroltak azért rendszeresen, és ebben más az Athletic Bilbao, mert azt tudjuk, hogy igen, mindegyik helyi srác, meg mindegyik gyerekkora óta ott játszik, és néha eligazol egy-egy, de aztán visszaszerzik, de hogy azért ez igenis számít egy ilyen döntőben is, hogy ahol a Barcelona teljesen szét van, mármint úgy, hogy nem jó barátok. Most bocsánat, erős lesz a szó, de hogy kicsit ilyen zsoldos hadsereg feelingje van. A jó barátok szó az semmilyen szinte nem jut eszembe. Erről a Barcelonáról most jelenleg. Legfeljebb az edzőke járnak össze, nem? és ebben a helyzetben meg az Athletic Bilbao, ahol 4 meccsel ezelőtt váltottak edzőt, Marcelinónak volt egy Barcelona elleni bajnokia, 3-2-re vesztette el, egy Real Madrid elleni szuperkupa elődöntője megnyerte, és egy Barcelona elleni szuperkupa döntője megnyerte, nyert már egy kupát a csapattal, így edzőváltás után. Ez egy csoda. Főleg, hogy az Athletic idén borzalmasan játszik, gólt se nagyon tud lőni, és akkor itt a döntőbe is lő 2-t, a Reálnak is lő 2-t. Nem tudom, hogy ez az Athletic ereje, vagy pedig kicsit még jobban beárazza azt, hogy hol van a Real Madrid meg a Barcelona jelenleg. Hol vannak? Hát a tegnapi döntő az egyértelműen kiegyenlített volt, szóval nem látszott, hogy ez a két csapat, ez mondjuk bajnok esélyes meg a kiesés ellen menekülő. És az elődöntőben ugyanez a mind a két meccsen, szóval... Hol van Griezmann ebben a Barcelonában? Tehát, ha most itt hierarchiát nézünk, meg azt, hogy nagyjából oké, de most nem akarom már ezredszer ezt a Messivel való viszonyát megnézni, hanem a többi csapattárs, többi játékos szemében. Az edző szemében. Tehát úgy egyáltalán hol helyezkedik el most? Úgyhogy azért nem fut rossz időszakot, tehát, hogy jó, de... 4 meccsen 7 gólban volt most benne. Nyilván, hogyha valaki olyan teljesítményt nyújt, az előbb-utóbb hitelesíti őt szerintem a társak szemében. Azért kérdezem ezt, mert én nem bevallom, hogy nem látok minden Barcelona meccset, de amikor látom, akkor nem nagyon fog el az érzés, hogy itt Griezmann egy olyan igazán elfogadott és igazán azért, magasra értékelt figura lenne a csapatban. Ha van egy játékos, aki a Cagliariban 4 meccsen 7 gólban van benne, akkor az ott a király. Akkor az izé. Ha van egy olyan csapat, mint a Barcelona, ahol igazából mindenki rohadt nagy király, akkor igazából nem történik semmi, hogyha te ilyet csinálsz, meg azért Griezmann se szerintem az a nagyon extrovertált csávó. Nincsen varázslat. Nem, akkor lesz extrovertált, hogyha jó barátságban van mindenkivel, de itt
nem tud úgy kapcsolatot kialakítani, hogy ne a játékával. Csabi, ez a te szakterületed, tehát hogy attól, hogy az ember mondjuk közösségi oldalakra mindenfajta vicces videót tölt föl, és nagyon aktív ezeken a média felületeken, attól egyértelműen extrovertált, vagy pont az introvertáltságát tudja ezáltal kompenzálni? Szerintem, aki idiótaságokat tölt föl a közösségi felületekre, az pont az a valami nem stimmel. Tehát, hogy az nem azért teszi azt, mert egyfolytában ezeken röhögnek az öltözőben, hanem na, itt megosztom, mert az. Mert egyébként az öltözőben nem röhögnek rajta, úgyhogy valaki majd csak fog. Ezek nem értik. Nem tudom, ez a Griezmann jelenség, ez nem fog változni, csak akkor, hogyha a Barca játéka is egyrészt szerencsésebb, másrészt meg eredményesebb lesz. Szóval ezért furcsa, hogy na mindegy, várjuk meg ezt az elnök választást, és akkor utána majd tisztában látjuk, hogy mi a jövőkép, mert egyelőre jövőkép nincsen. A Barcelona, mert ugye most nyilván ugyanúgy, mint az olasz szuperkupa esetében beszéltünk arról, hogy nem ez a legfontosabb a szezonban, de azért most már nagyon távol a bajnoki cím jelenállás szerint. Majd meglátjuk, hogy a BL-ben. Na, az lesz a kínos Kumannak, bocsánat, hogy ez volt nagyjából az egyetlen reális kupa lehetőség ebben a szezonban, és ugye Mourinho példáján már tudjuk, hogy bármilyen kupa az kupa. Úgyhogy ezt föl tudta volna mutatni a szezon végén, hogy hát én nyertem egy kupát, úgyhogy ne izguljatok, én maradok itt jövőre is, sőt a végtelenségig. És... hát nem tudom, az elég lett volna egy szuperkupa felmutatása, hogy komolyan vegyék. De legalább van. Az is igaz, lett volna, igen. De érdekes analógia szerintem az olasz szuperkupával is ez a spanyol. Ott is az van, hogy szerintem a Napoli az a legnagyobb kilengéssel dolgozó olasz sztárcsapat, és jön a Juventus, amelyik meg bizonytalanságban van igazából, azokat a kérdéseket, amiket most mi fölteszünk egymásnak az öltözőben is felteszik egymásnak a játékosok, vagy legalábbis otthon a családja, én nem tudom, hogy most mi lesz gyerekek, mert ennyire rossz rég volt ebben a címerben bárki, mint most mi vagyunk, és így mennek neki egy szuperkupának. Hát meg egy Napoli, a Napoli meg érzi a vérszagot, érzi, hát igen, szóval nem kell mondani. Kétlem, hogy Ronaldo ezt mondaná az öltözőben, hogy nézzetek már ránk, mi vagyunk a legrosszabbak az utóvédőben, Juan. Kérdés, hogy figyelje még valaki, amit az öreg. Ők ezt biztos magukról nem mondják, viszont ugye a Napolinak ez plusz motiváció, hogy ellenük játszanak. Most csak ennyire volt időnk, de szerintem azért ezekről a meccsekről sikerült tartalmasan, teljes terjedelemben beszélgetni. Úgyhogy köszönjük szépen, Csabi, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. A kedves hallgatóknak, megnézőknek meg azt javasoljuk, hogy hallgassanak minket továbbra is a különböző podcast hallgató felületeken, a Spotify-on és minden olyan programban, amivel ezeket le lehet tölteni, illetve a YouTube csatornánkra is iratkozzatok föl minél többen, és akkor mindig értesültek róla, hogyha új adás kerül föl. Köszönjük a meghallgatás, megtekintés, sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.